A homokos puszták, domboldalak, szerencsére még gyakori fűféléje, a homoki árvalányhaj már kibontotta kunkorodó virágzatát. A pázsit fűfélék családjába tartozó árvalányhaj Kiskunság szerte gyakori, különösen szép mezői találhatók a Kiskunsági Nemzeti Park Fülöp-háza közeli területein. Az itt kialakított árvalányhaj elnevezésű tanösvény más növényekkel együtt, mint például a báránypirosító, jó tájékoztatást nyújt a környező növényvilágról és a homokbuckák kialakulásáról. Az árvalányhaj régebben sokáig nemzeti kalapdísznek is számított, de virágcsokrokat is díszítettek vele. Napjainkban védelem alatt áll, 5000 forint természetvédelmi értékkel. Kis tápértéke és érdes szára miatt az állatok nem szeretik, nem is legelik le, inkább kikerülik. Legnagyobb szerepe a homok megkötésében volt, és a talajban a nedvesség megtartó szerepe is jelentős, így más növények számára is élőhelyet teremt.